Köszöntöm Önöket! Az Orbán infláció letörése ma Magyarország egyik legfontosabb feladata. Az MSZP törvényjavaslatokat nyújtott be az Orbán infláció letörése érdekében. Kezdeményezzük a 27%-os áfa 5%-ra csökkentését az élelmiszerek és a lakossági energiaszolgáltatások esetében, valamint az Orbáni infláció okozó kiskereskedelmi különadó kivezetését. 2021-ben kétszer szavazott nemmel a Fidesz arra a javaslatunkra, hogy a szépkártyát hideg élelmiszerekre is lehessen költeni. Most ezt a javaslatunkat a Fidesz megfogadta. Arra kérjük a kormányt, hogy a mostani javaslatainkat is fogadja meg. Mindenki láthatja, hogy Magyarországot Orbán infláció sújtja. A magyar emberek, a családok, az átlag alatti nyugdíja rendelkezők számára hónapok óta az Orbán infláció okozza a legnagyobb nehézséget. A Fidesz láthatóan nem veszi komolyan az Orbán infláció okozta problémát, mert amit a Fidesz kormány csinál, az elkésett és kevés. Az Orbán infláció két, két és félszerese az uniós átlagnak, és messze a legnagyobb az Európai Unió tagállamai között. Az Orbán infláció ma azt jelenti, hogy átlagosan több mint ötödéve drágább az élet, mint egy éve. Azt is jelenti, hogy az élelmiszerért 33,5 százalékkal kell többet fizetni a pénztáraknál, miközben unió szinten csak fele ekkora mértékben drágultak az élelmiszerek. Ilyen drágulással, az Orbán inflációval nem tartanak lépés sem a fizetések, sem a nyugdíjak. Az Orbán infláció miatt ér egyre kevesebbet a pénzünk a pénztáraknál. Ilyen mértékű drágulás Európa egyetlen országában sincs. Romániában 10,4%-os, még nálunk a duplája. És amit látunk még a környező országokban, kisebb infláció mellett az ottani kormányok jelentős segítséget adnak az embereknek, nyugdíjasoknak, családoknak, ráadásul az élelmiszereket nem 27%-os áfa terheli, hanem 5-10-15%. Nálunk eközben a kormány drágítani akarja ezen termékek árát. Június 30-án ugyanis ki akarják vezetni egyes alapvető élelmiszerek hatósági árát. A csomagolóanyagokra vonatkozó új termékdíj miatt 4-5 os drágulás várható az élelmiszereknél. Az Orbáni infláció tömegeknek okozhat életveszélyes helyzetet mert a most rögzített áru termékek árai júliustól brutálisan megemelkedhetnek, miközben a többi termék ára is nőni fog. Mi az Orbán inflációka? oka? Miért van ez így? A Fidesz szerint a szankciók miatt. De milyen szankciók azok, amelyek csak Magyarországon érez, érződnek? Nyilvánvalóan nem ez a kiugróan rossz magyar inflációs adatoka. Akkor az energiaárak drágulása miatt? Kétségtelen, hogy Szijjártó Péter kötötte a legrosszabb feltételekkel a földgázvásárlási szerződést, de tavaly máshol is drágult a földgáz és az áram. Tehát ez sem magyarázza, hogy miért nálunk a legnagyobb az infláció. Ráadásul a Paksó atomerőmű végig 12 forintért adta az áramot, a Mátrai erőmű pedig 37 forintért. Bőven van tehát helye az áramár csökkentésnek, amit már korábban és szélesebb körben meg kellett volna lépni a kormánynak. A kis- és középvállalkozásoknak vagy a Magyar Postának kínált két 300 forintos kilovattóránkénti áramárak valójában az állami MVM indokolatlan nyerészkedését és az infláció növelését szolgálják. Az Orbán inflációkát máshol kell keresni, mégpedig olyan okot, ami máshol nincs, csak nálunk. Mert Magyarországon nem szankciós infláció van, hanem Orbáni infláció. Az Orbáni infláció magyarázata egyértelmű. Az Orbán kormány különadót vetett ki az élelmiszerekre, miközben a magyarok fizetik Európa legmagasabb 27%-os áfáját is az élelmiszerek után. Magyarország az egyetlen ország, ahol az áfával azonos, azonosan számítandó árbevétel arányos különadó van az élelmiszeren, és arra a külön adóra is fizetünk áfát. A magyar társadalom átlag alatti jövedelemmel, illetve átlag alatti nyugdíja rendelkező részének ma egyetlen dolog nyújt részleges segítséget a mindennapi életben, az ársapkák, az alapélelmiszerek hatósági árazása. Az élelmiszerekre meghatározott társapkák június 30-ára tervezett kivezetése helyett ezért az adópolitikán kellene változtatni, 5%-ra mérsékelni az élelmiszerek és háztartási energia áfakulcsát, és eltörölni az élelmiszereket drágító extra adókat. Amíg ilyen drágák az élelmiszerek, az élelmiszerekre vonatkozó ársapkákat fenn kell tartani. A kisboltok és kistermelők pedig kapjanak állami kompenzációt, ha veszteségük keletkezik az ársapkán. Köszönöm a figyelmet!